Gázrobbanás volt Kismaroson, egy férfi súlyosan megsérült. Nem vette észre, hogy szivárog a gázpalack a melléképületben, és rágyújtott. A robbanás hatalmas erejű volt, az egész faluban hallották, a környékbeli házak ablakai pedig betörtek. A robbanás után 2 órával tűzoltókkal és rendőrökkel volt tele a kismarosi családi ház. Az utcáról szinte semmi sem látszik, a hátsó szomszéd kertjéből viszont egyértelmű a hatalmas pusztítás. A melléképület összedőlt, mindenfelé cserép, üveg és törmelék. Az itt lakó nő szerint a robbanás olyan volt, mint a háború lenne. Nagyon nagy volt. Gondolom, ez egy kis Aleppo helyzetben vagyunk. Olyan nagy zaj és az első reakció a ház. Robban, de kiderült, hogy nem a mi házunk, csak a tető és az ablak. A szomszédos házak mindegyikében betörtek az ablakok és lerepültek a cserepek. Marha nagy robbanás, és szállt minden az egekbe, és nálunk meg az összes ablak a posomnál lent, minden törik szanaszét, és jön ki a teraszra. Úgyhogy nagyon megrázó volt, nem volt jó érzés. A robbanást az egész faluban hallották, sokan kirohantak az utcára, hogy megnézzék, mi történt. Akkorát remegett a ház is, meg az ablaküvegek, hogy hát tényleg az emberek, ugye a hideg is végfutott rajta, mert megijedtünk. A melléképületben 2 gázpalack volt, ezek szivárogtak, a házban lakó idős férfi pedig cigarettára gyújtott. A karján és a lábán sérült meg súlyosan. A váci esetkocsinkat riasztottuk, amikor a helyszínre érkeztek, alaposan megvizsgálták a 60 év körüli férfit, látszott, hogy a sérülései súlyosak, megkapta a helyszíni ellátást, és ezután speciális égési osztályra szállították. Az épület úgynevezett 2 generációs családi ház. Az alsó szinten az idős szülők élnek, fönt pedig a gyerekük a családjával. A robbanásban leomlott az emeletre vezető lépcső, az emberek bent rekedtek a házban. Robbanás következtében az épület külső feljárója leszakadt, ezért az épületben rekedt 4 szemét a tűzoltóknak magasból mentőszer segítségével kellett kimenekíteni. Az épületet egy statikus is átnézte. A hatalmas robbanás ellenére csak a külső terasz vált életveszélyessé. Miután rendbehozzák a tetőt és kicserélik az ablakokat, visszaköltözhetnek a lakók.